工作总结，对吧？你说这样吧，工作总结，有汇报，就是你带完一个孩子，啊，对对对，工作汇报嘛，或者工作总结，报告，报告。Jó, ez az egyik feladat rész. És van egy, tehát ez az alap, ez a fő része, és ennek vannak az alsó részei. Biztos, hogy mindegyik feladatban, magyarul mindegyik úton, amiről írni kell, történt valami rendkívüli esemény. Elromlott a szállodában a légkondicionálás, elöntötte a szállodát a víz, és el kellett költözni. Valaki elcsúszott és eltörte a lábát, vagy eltévedt, vagy nem érkezett meg. Tehát valami baj történt az úton, és erről kell írnunk egy jelentést. Ezt pedig jegyzőkönyvnek hívják. Jó, tehát egyrészt írni kell egy idegenvezetői jelentést, hogy hogyan zajlott le az út, és kell írnunk egy jegyzőkönyvet. Jó, mert valami rendkívüli esemény baj történt. Igazából erről szól a vizsga. Tehát ezt kell 3 óra alatt megcsinálnunk. Magyarul számítógéppel. Igen. Eddig sikerült. Meg adok sok segítséget, hogy sikerüljön. Oda találjuk a szállodába, vagy fölhívjuk az éttermet, hogyha késünk. Ezt a kettőt együtt, bocsánat, még van, milyen programot kapunk? Hat szeretnénk járni. Szép. Olyan programot kapunk, mint amilyenek az utasnak is van? Nem. Hanem? Hanem több. Igen. Tehát egy részletesebb programot. Igen. Tehát mondjuk az utasnak le van írva az, hogy reggeli után buszos városnézés Budapesten, akkor az idegenvezetőnek le van írva, hogy reggeli 7-től a szállodában, 9-kor indulás a buszos városnézésre, kiszállás a Hősök terén és a várban. Tehát sokkal több mindent kell az idegenvezetőnek tudnia, mint az utasoknak. Miért? Miért kell az idegenvezetőnek sokat tudnia, és miért nem kell az utasnak sokat tudnia? Akkor tudja vezetni őket. Igen, tehát az idegenvezetőnek pontosan kell tudnia, hogy hogyan csinálja meg a dolgokat, hogy mit szeretne tőle az iroda. És az utasnak meg miért nem szabad tudnia? Ne tudja. Ne is tudja. Ha nem is üzleti titok, ne is izguljon, meg főleg az, hogyha mondjuk nem lehet valamiért kiszállni a Hősök terén, mert mondjuk valami vizes vévére készülünk például, vagy nem lehet fölmenni a várba, és nem lehet ott kiszállni.
Nehogy az legyen, hogy nekiálljon reklamálni, hogy már pedig én az egész 3 hetes útra csak azért fizettem, hogy kiszálljak a Hősök terén. És most nem lehetett kiszállni, kérem vissza az útárának a felét. Tehát azért, hogy csak körülbelülre tudja, hogy nagyjából, de az, hogy pontosan minek kell miután jönnie, azt jobb, ha nem tudják. Ne áruljuk el neki. Jó? Tehát ez egy részletes program. És úgy, hogy az időpontok is benne legyenek. Jó időkkel. És ezt együtt a részletes programot, meg a címek, elérhetőségek, útvonalak, ezt úgy hívjuk, hogy forgatókönyv. Jó, tehát az idegenvezető kap egy forgatókönyvet, jó esetben. Ha megnézzük ezt a feladatlapot, ez az első oldala, a második oldalán ugye van egy táblázat, ha megfordítjuk. Ez a forgatókönyvünk, tehát itt kezdődik a forgatókönyv. Tehát kapunk a feladatban egy forgatókönyvet, a táblázatban benne vannak az utazásnak az adatai. Szálloda címe, busznak a telefonszáma, csoportlétszám, az utazásnak az elnevezése, tehát minden adat benne van. Ugye benne van, kezdjük az, hogy az utazás szervező, aki nekünk szervezi az utat, ugye tőle kapjuk a munkát. Az idegenvezető, azok mindig mi vagyunk, jó? Tehát az idegenvezető XY, oda mindenkinek majd a saját nevét kell beírnia. Tessék? Pozíciószám az olyan, mintha egy autónak lenne a rendszáma. Tehát ez alapján lehet az utat beazonosítani, és nem kell leírni az egész nevét. Időpont. Az útnak a típusa az nem érdekel annyira, túra útvonala, az érkezés és az elutazásnak a dátuma, a csoport létszáma, és akkor a következő oldalon is vannak még az irodából, telefonszámok, a szállás, 2 szállásunk is van itt, ellátás, hogy mit kapnak enni, és a busznak a címe, vagy rendszáma, és a buszvezetőnek a telefonszáma. Jó, tehát ezek az adatok, amik címek elérhetőségek. Jó? Tehát ez a rész. És utána van egy részletes program. Első nap, második nap, harmadik, negyedik, ötödik nap programja. Tehát itt van egy részletes program, mikor, hova kell menni, és hol, milyen túra lesz. Ezt majd mindjárt elolvassa mindenki. Jó? Tehát az első lapnak a második oldala, és a teljes második lap, tehát második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap. Jó, tehát ez a forgatókönyv, amit megkapunk a feladatban. És akkor, ha az utolsó lapot előre vesszük, itt van rajta, hogy megjegyzések, utasítások az idegenvezető részére körül. Jó, és akkor még itt leírja, hogy mit kapunk mellé. Ugye kapjuk különféle megrendeléseket és visszaigazolásokat, mindjárt megbeszéljük, utalványokat, vouchereket, kapunk utaslistát, szobalistát, ugye amivel a szállodai szobákat elfoglalják, tehát különféle listákat és pénzeket. Jó, én ezt most letörlöm. Jó, tehát már megkaptuk akkor a forgatókönyvet és az utaslistákat, azon túl vagyunk. Jó, azt írja, hogy kapunk megrendeléseket, visszaigazolásokat,
és utalványokat, meg vouchereket. Jó, tehát kapunk még megrendelések és visszaigazolások. Kapunk olyat, hogy utalványok és voucherek. Jó, a megrendelés visszaigazolás az arra jó, hogy le van nekünk foglalva mondjuk egy múzeum, de azt ott nekünk ki kell fizetnünk. Jó? Tehát le van foglalva, de ki kell fizetnünk. Voucherünk van, akkor ki is van fizetve. Jó, tehát ez a különbség, hogy ezt fizetni kell, ezt nem kell fizetni. Miből fizetjük ki? Mivel fizetjük ki? Kétféle pénzt kapunk, ezt is írja a feladat, hogy kapunk olyat, hogy ellátmány, és kapunk olyan, hogy készenléti pénz. Jó, ezt csak odaírom, hogy ezt is kaptuk. Jó, kapunk olyat, hogy ellátmány. És kapunk olyat, hogy készenléti pénz. Az ellátmány, ezt azokra kapjuk, amit ki kell fizetnünk. Tehát a részvételi díjban mondjuk benne van a belépőjegy, és azt az idegenvezető fizeti ki az egész csoportnak, akkor az az ellátmányból megy. Tehát ez az, amit biztosan ki kell fizetnem a csoport számára. Tehát a programban szerepel. Ki kell fizetni?
És akkor jó, hogyha ezt az egész ellátmányt, ezt elköltöm. Mert pont annyi pénzt fogok kapni, amennyit el kell költenem. Tehát ha tudom, hogy mondjuk a Mátyás templomba ki kell fizetnem a 20 fős csoportnak az 1000 forintos belépőt, akkor arra kapok 20.000 forintot. Nem 25.000, nem 15.000, hanem a 20 fős csoportra pont 20.000 kapok, és azt akkor el is kell költenem. Jó? Tehát el kell költeni. A készenléti pénzt pedig azért kapom, hogyha valami baj történik a csoporttal. Tehát olyan költségek, amiket nem tudok előre, nincsenek benne a programban. Tehát például van, amikor a parkolásokat ebből fizettetik. Mert nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni a parkoló, azzal nem előre számolnak, tehát akkor azt a készenléti pénzből. Vagy például lerobban a buszunk, egy órán keresztül szerelik valami parkolóban, addig a csoport valószínűleg ideges lesz, gondolom. 40 fok van ki, nem fognak örülni, hogy ott kell állni. Mondjuk akkor meghívok mindenkit egy kávéra. Azt is a készenléti pénzből fogom fizetni. Jó, tehát ezeket olyanokra kapom, amiket nem tudok előre, tehát csak akkor költöm el, hogyha baj van. Jó, tehát nem tudom előre. És az a jó, ha nem költöm el, mert akkor nem volt baj. Jó, tehát jó, ha nem költöm el. Biztos, hogy mit kell a végén csinálnom ezzel a pénzzel? Hát ami megmaradt, azt hazahozni. És elszámolni, hogy mit költöttem. Jó, tehát a feladatnak majd a végén része egy elszámolás is, azt majd egy táblázatban kell megcsinálnom. Jó? Kap még pénzt. Jó, ennyi. Jó, ez az ellátmány meg a készenléti pénz. Igazából erről szól a feladatnak a leírása, hogy mit kaptunk. Forgatókönyv, meg itt a megjegyzésekben mindenféle. A legeleje, tehát a legelső lap, ahova föl van írva, hogy feladatlap, az két részből áll. Az első rész, ez a felső fele,
ez nem érdekes. Jó, ez a magyarul azt mondjuk, hogy a blabla, ami csak leírják. Azért írják le, mert aki a feladatot, vagy feladatot írja, azt úgy fizetik meg, hogy ahány betűt leír, az alapján kapja, gondolom, mert sokat írnak. A második fele viszont kezdődik, hogy rendkívüli esemény. Ez egy rendkívüli esemény, tehát itt írja le, hogy valami baj történt az úton. És nem kell mindig az életben, nem biztos, hogy minden úton történik baj, de a vizsgán biztos, hogy lesz. Jó? Tehát a vizsgán bajt meg kell oldanunk. Leírja itt, hogy mi volt, mi történt. Ebben az esetben elcsúszott az egyik utas, és orvost kellett hozzá hívni. Nem volt komolyabb baja, de aznapi programból ki kellett maradnia. És leírja azt, hogy mi történt, és hogy az idegen vezető mit csinált. És akkor utána jön a forgatókönyv. És a legeslegutolsó oldalon, tehát ez a 8/12-es oldal, itt pedig le vannak írva a feladatok. Ugye azt mondtam, hogy 3-4 feladat, igazából ez 3 feladat, de 4-nek írják. Az első feladatra 10 pontot fogunk kapni, ez csak annyi, hogy meg kell írni a feladatot. Tehát ez a formázás. Mekkora betűméret, milyen betűtípus, nem érdekel. Jó? Mindenki úgy írja, ahogy akarja, amíg magyarul van írva. Jó? Tehát nekem az magyarul legyen, mindegy milyen betűvel, mekkora margóval, stb. Van-e mindenkinek otthon magyar billentyűzetű számítógépe? Van-e mindenkinek lehetősége számítógéphez? Ki az, aki tud számítógépen, magyarul gépelni? Kellene, gyakorolni kellene, nem lesz olyan sok óránk. És igazából én tudok adni feladatokat otthonra, tudok adni e-mail címet, ha elküldik, akkor én átnézem, de itt az órán nem fogunk tudni annyit gyakorolni. Főleg azért, mert ha minden igaz, akkor 40-en vannak. Itt 24 számítógép van. Szemközti teremben is van még, vagy 15-20, de nem tudjuk megoldani a gyakorlást. Jó, tehát az lenne a kérésem, hogy valahogy mindenki oldja meg, hogy hetente legalább 2 órára le tudjon ülni egy számítógép elé magyarul, vagy 3-ra. Jó, tehát ez komolyan, mert különben nagyon nehéz lesz ez a vizsga. Jó, tehát ez az első feladat annyira nem érdekes. A második feladat az idegenvezető jelentés, ugye ez az, amit megírunk, tehát hogy mi történt az úton. A harmadik feladat a jegyzőkönyv, tehát amit leírjuk, hogy mi a baj, tehát milyen baj történt, arról írunk. És a negyedik feladat pedig ezekkel a pénzekkel, készenléti pénzzel, ellátmánnyal az elszámolás. Mennyi pénzt kaptunk, mennyit költöttünk, és mennyi maradt. Jó, tehát ennyi a feladat. És... hogy csináljuk? Kezdjük el a feladatot megoldani együtt, jó? Adok egy ilyet, ez már csak egy kis segítség. Ez a feladat megoldásához egy sablon. Tehát most itt az órán csak szépen ki fogjuk töltögetni, de igazából a vizsgán majd az egészet be kell gépelni.
De ami segítség lehet, hogyha mindenki csinál magának valamilyen hasonló sablont, azt elküldi a saját maga e-mail címére. Oké, okay, már megvan, látom, hogy többen értik a végét. És a vizsgán, ha nem is hivatalosan, de felhasználja. És akkor nem kell mindent begépelni. Itt, ebben a feladatban, tehát ahogy ez így ki van töltve, ami fekete, az igazából mindennél használható. Ami piros, azt át kell írni, mert mondjuk ebben a feladatban az hiszen pont Szűcs Pálnak hívják az emberünket, a buszvezetőnket. Igen. De nem biztos, hogy mindegyikben Szűcs Pálnak hívják. És ha én egy olyan vizsgában, ahol mondjuk Kovács Péternek hívják, egy Szűcs Pált fogok látni, akkor elég ideges leszek. Jó? Tehát ennyi. Jó, de akkor most végignézzük, hogy akkor mit, hova kellene írni, ugye. Összesen négy feladatnak hívják, de ez három feladat, tehát tulajdonképpen ez a második feladat. Jó, tehát ha megnézzük a feladatlapnak az utolsó oldalát, ha megtalálom, ez a második feladat, amit most csinálunk. Ami úgy szól, hogy a fenti forgatókönyv és a rendkívüli esemény figyelembe vételével készítse el az idegenvezetői jelentést, amelyben tüntesse fel a következőket. Jó, tehát itt vagyunk. Második feladat, első pötty. Jön. Ez azt mondja, hogy a csoport azonosításához szükséges adatokat, esetleges eltéréseket. Jó, tehát ez itt az első pötty. Van. Jó, tehát ez az első. Jó, itt tartunk most. Csoport azonosításához szükséges adatok, esetleges eltérések. Ennyit írtam pirossal, és ez benne marad a vizsgában, sikítok. Kimásolni mindent a feladatból. Ennyi. Jó, tehát az első pont az ennyi. Ezt a táblázatot kell kimásolni. Nem kell táblázatba írni. Tehát, hogyha valaki csak egymás alá szeretné írni, hogy utazásszervező, idegenvezető, szépen sorba egymás alá. Tehát nem kell így kinéznie, hanem rendesen. Mindjárt mutatok. Na most valaki pont így írta. Mindegy, nem kell, hogy így legyen. Jó. Tehát mindent ez viszonylag sokáig fog tartani, de ezt lehet gyakorolni. Jó, nyugodtan. Házi feladat, mindenki másolja le. A következő... Ja, bocsánat, itt még ír egy olyat, hogy esetleges eltéréseket. Ez annyit jelent, hogy amit itt látunk, ez ugye egy forgatókönyv. A forgatókönyvet az utazás előtt kapjuk. Tehát így szervezi meg az utazási iroda az utat. Amit mi írunk, az idegenvezetői jelentés, ez már az utazás után történik. Lehet, hogy nem érkezik meg mind a 32 fő. Tehát lehet, hogy a létszámra, ha azt mondja a feladat, hogy ketten nem jelentek meg a repülőtéren, nem 32-t, hanem csak 30-at fogunk írni. Volt olyan feladatunk, ahol a szállodában csőtörés volt az érkezés előtt, nem tudták fogadni a csoportot, másik szállodába vitték. Akkor a szállás címnél nem ez a cím fog szerepelni, hanem ahol tényleg lakott a csoport. Jó, tehát ha vannak eltérések, az eredetihez képest, akkor azt már itt írni kell. De nem nagyon szoktak lenni. Jó, tehát alap esetben ezt lemásoljuk az első pontnál. Második pont,
Ugye második feladat, második pontnál járunk. Értékelje részletezve a szolgáltatásokat, közlekedés, szállás, ellátás, programok, helyi idegenvezető és hasonlók. Tehát a papíron itt túl vagyunk, ugye, hogy csoport azonosítása, kimásolni mindent. Most itt kezdtük ezt, jó, hogy szolgáltatások értékelése. Ott értékeljük az utazást, vagy itt most akkor közlekedés van. Jó, tehát így is hívhatjuk, úgy is. Értékeljük utána a szállást, az ellátást, programokat. Jó, utána itt lesz a szállás, az ellátás, itt lesznek a programok. Jó? Hát ez a következő része. Így még látható? Jó. Jó, tehát a szolgáltatások értékelése, az pedig a második kötjünk lesz. Jó, ezt most nem puskázunk. Tehát, mit értékelünk a szolgáltatásoknál? Ugye utazás, szállás, ellátás, oké. Okay. Ami nagyon-nagyon fontos ezeknél az értékeléseknél, nem csak azt kell leírnunk, hogy volt buszunk, hanem az, hogy milyen volt a buszunk. Nem csak a szálloda nevét kell leírni, hanem azt is, hogy milyen volt a szálloda. És ami alap, hogyha feladat nem írja, hogy valahol baj lett volna, tehát mondjuk nem írja azt, hogy koszos volt a busz, vagy nem írja azt, hogy lerobbant a busz, akkor minden jó volt. Mindig minden nagyon jó volt. Jó? Csak akkor írjuk, ha baj van, ha tényleg azt írja a feladat. Mert ha valamire azt írjuk, hogy baj volt, akkor már jegyzőkönyvet kell írni, már a saját életünket nehezítjük meg. Jó? Nem volt baj. Amíg nem írja a feladat, nem volt baj. Jó, tehát először is az utazás. Hogyan utaztak? Mit ír a feladat? Hogyan érkeztek? Hogyan utaztak? Repülővel, jó? Tehát Debrecenbe jöttek repülővel. És itt hogyan közlekedtek? Busszal. Jó, tehát itt a 32 fős csoport busszal közlekedett. Na most, van olyan, hogy kiutazás, ezt még tisztázzuk, meg van olyan, hogy beutazás. Mi a különbség a kettő között? És melyik jön, melyik megy? Beutazás megy. Igen, jó? Tehát külföldi jön. A kiutazás meg a külföldre megy a magyar. Jó? Azért fontos ez a kettő, mert a beutazásnál ez a feladat, ez vajon egy beutazás, vagy egy kiutazás? Aki elolvasta egy kicsit. Aha, köszi. Beutazás, igen. Tehát holland turista csoport jön ide. Jó, tehát ez a feladat, ez majd egy beutazás lesz. Azért fontos, mert a beutazásnál, ugye mi vagyunk mind a két esetben az idegenvezető, de a beutazásnál mi vagyunk a helyi idegenvezető. Jön velük egy csoportkísérő, és mi vagyunk a helyi idegenvezető. Tehát én,
egyenlő helyi idegenvezető. 8 csak így lesz bíró, bocsánat, azt hoz az idegenvezető. A kiutazás, tehát amikor a magyar csoportot kísérem külföldre, akkor én egy csoportkísérő vagyok. Tehát igazából én nem tarthatok mondjuk egy városnézést Prágában. Arra van nekem, tehát plusz van helyi idegenvezetőnek. Sőt, nem is írom, hanem más. Jó, tehát van egy másik helyi idegenvezetőm. Tehát ha külföldre megyek, akkor én utazom velük, én segítek a problémáik megoldásában, szobafoglalás, ügyintézés, de hivatalosan nem lehetek az idegen vezető. Tehát nem ülhetek a buszban, meg nem gyalogolhatok Prágában. Megcsináljuk, de elvileg ezt már És ami még fontos, hogy a beutazásnál akkor kezdődik a programom, amikor megérkezik a csoport. Tehát amikor megérkezik Magyarországra a repülőtérre, akkor kezdek. Jó, és a vége, amikor elindul. Tehát amikor így megjön a repülő, akkor kezdek, itt vagyok velük, és amikor visszarepülnek, akkor vége. A kiutazásnál akkor kezdek, amikor elindulok. És akkor végzek, amikor megérkezünk. Jó, tehát így indulok, és akkor van vége, amikor hazaértünk. Hát ez gyönyörű lett. Itt majd a szolgáltatások értékelésénél lesz érdekes, mert én, mint idegenvezető vagy csoportkísérő, én a magyar irodának vagyok az alkalmazottja. És a beutazásnál a magyar iroda csak akkor kezd, amikor megérkeznek. Tehát a repülőgépet, azt nem a magyar iroda foglalja. A kiutazásnál a repülőt is a magyar iroda foglalja. Tehát itt kell a repülő. Itt ma másiknál meg nem kell. Tehát amikor itt a közlekedést értékelem ennél, akkor itt csak a buszt fogom értékelni, mert ez egy beutazás. De ha kiutazás lenne, akkor kellene a repülő is. És ugyanez a helyzet, hogy a beutazásnál nem értékelem a helyi idegenvezetőt, mert az én vagyok, hát nehogy már magamat kelljen értékelni, a kiutazásnál meg értékelem. Még itt nem tartom.
Jó. Tehát itt most a közlekedésnél csak a buszt fogjuk értékelni. Mit kell értékelnünk egy busznál? Mindig megnézzük a buszt is, meg megnézzük a buszvezetőt is. Valamit kell róluk írni. Lehet sokat, meg lehet keveset, de valamit kell. Mi a fontos egy busznál, a járműnél? Tiszta. Nem állt a gumisebb, a tisztaság, igen. Tehát tiszta. Legyen jó a műszaki állapot, jó? Tehát jó, van rajta gumi, működik a kormány, működik a fék, mit tudom én, ilyenek, jó? Működik, ami nekünk fontos, tehát nem tudom ki mennyire ért a busz műszaki állapotához, annyit meg tudunk ítélni, működik a mikrofon, és működik a légkondi. Igen, jó? Tehát ez a kettő nagyon kell. Az, hogy nem megy a busz, érdekel, légkondi meg mikrofon legyen, jó? Jó, tehát tisztaság, műszaki állapot, mindjárt hozzuk fel ezeket. Aztán... Tehát busz. Tisztaság. Műszaki állapot. Aztán kényelem. Jó, és akkor a buszvezetőnél mondjuk. Tiszta, az is. A busz, igen, buszvezetőnél se, hát a tiszta. Érdekes. Hogy hívjuk ezt inkább ápoltnak magyarul, jó? Igen. Öltözék, mi legyen egy buszvezetőn? Érdekes. Legalább egy így, igen. Ne strandkapucsba vezessen. Igen. Kedvesség, nem adok. Pontosság, oda talál mindenhol, vagy oda ír-e időben, helyismeret, hogy oda talál-e. És nem alkoholról is. Vannak rossz tapasztalatok. Helyismeret. Nyelvtudás. Együttműködés mondjuk, mennyire tudunk együtt dolgozni. Mit írnunk egy keveset a... Tehát például ilyeneket, hogy mindig és a személyzetet. Jó, tehát ez a repülőre, hogyha kell.
ha van repülő, tehát lehet olyan feladat, hogy kiutazás, és akkor a repülőről is kell valamit írnunk. Jó, a következő, amit értékelünk utána, a szállás. Jó, ez most egy nehéz feladat, mert itt két szállás van, tehát mind a kettőt értékelni kell. Egyébként általában egy szokott csak lenni. Mit értékelünk egy szállásnál? Mit nézünk? Igen, nézzük, biztonság. Szolgáltatások. Biztonság. Hasár. Igen. Nem zavaros. Elhelyezkedés, igen. Kényelmes. Elhelyezkedés, kényelem. A személyzetnél mit nézünk? Kedvesség, igen. Én a segítőkészséget is nézném, hogyha valakinek valami baja van, akkor mennyire segítenek. Meg mondjuk nem baj, ha beszélnek valamilyen idegen nyelvet. Új nyelvtudás. Jó. Ami itt van fönt, az, amit feketével írtam, van néhány olyan mondat, amit úgy bele lehet írni. Ezek a szállodák, amik meg vannak adva a feladatokban, ezek mindig létező szállodák. Tehát ha valakinek van kedve, ideje, utána nézhet az Aquaticumnak, utána nézhet Demiénben a Cascadnak is, hogyha szeretne bármelyik szállodát, hát ezek létezőek. De valószínűleg a vizsgán nem nagyon lesz időnk arra, hogy nézeges, hogy úristen, hol is van az Aquaticum most? A város szélén? Benne a városban most? Jó ez nekünk? Nem jó ez nekünk? Milyen szolgáltatásaik vannak? Négy csillagos? Mi van benne? Mi nincs benne? Jó, tehát ilyen kulcs dolgok, hogy az elhelyezkedés a programnak megfelelt.
fogalmam sincs, hogy hol van. Tehát ugye az a jó szálloda, amitől nem kell minden nap két órát buszozni. Tehát meg lehet csinálni a budapesti városnézést úgy, hogy Egerben lakik a csoport, és minden nap Egerből járnak be Budapestre, csak nincs sok értelme, mert vannak közelebbi szállodák. Jó? Tehát a programnak megfele jó volt az új, ahogy volt. A szobák mindig legyenek tiszták és kényelmesek, ha csak más nem ér a feladat. Itt az elegánsat azért írtam pirossal, mert talán ennek a feladatnak megfelel az, hogy elegáns volt a szálloda, de nem biztos, hogy mindegyik. Jó, tehát tiszta, kényelmes, az biztos. És ami nagyon fontos, mivel tényleg nem tudjuk, hogy milyen, ez egy 4 csillagos szálloda, higgyük el, hogy ezek tényleg 4 csillagos szobák voltak. Jó, tehát a szobák a kategóriának megfeleltek. Pont úgy néznek ki, hogy egy 4 csillagos szálloda szobáinak ki kell nézni. Jó, tehát ez a kategóriának megfeleltek, ez pont erre jó. Jó, és a két szobatípusokat megkaptuk, tehát le volt foglalva 16 darab kétágyas szobánk az akvatikumban, ott ezt meg is kaptuk. Jó, ami nagyon fontos ennél a feladatnál, hogy ugye itt nem csak az akvatikum volt, hanem két szállodánk volt. Tehát ennél a feladatnál két szállodát kell értékelnünk, mert Demjénben a Cascade Hotelban is voltak két éjszakát. Arra is ugyanezt lehet írni. Programnak megfelelt az elhelyezkedés, tiszta, kényelmes szobák kategóriának megfeleltek. És ami még fontos, a szolgáltatások. Megint nem tudjuk, hogy milyen szolgáltatásai vannak. Ez egy ilyen állandó szöveg lehet, hogy a zsúfolt program miatt nem tudtuk a szálloda extra szolgáltatásait igénybe venni. Csak sajnos pont ennél a feladatnál nem jó. Mert ha valaki végigolvassa a feladatot, akkor az akvatikumban, tehát a debreceni szállodánkban is van egy olyan, amikor a szállodához tartozó fürdőbe megyünk, egy fél napunk, meg a másik szállodában is van egy fél napunk, amikor a hozzátartozó wellness részlegbe vagyunk. Tehát a wellness részleget ennél a két szállodánál kipróbálták. Tehát arról valamit kell majd írni. Jó, tehát ezért kérdeztem azt, hogy ugye mindenki tud olvasni magyarul, mert nagy részt meg lehet a feladatot csinálni ezek alapján is. De azért nem baj, ha elolvassuk a feladatot. Jó, tehát ami a lényeg, hogy a szállásnál ezekről kellene valamit írnunk. Nem muszáj pont ezeket a mondatokat, de valamit. Jó, csak hogy lássuk, hogy van ott valami. Jó, megcsináljuk még az ellátást és utána szünet, jó? Ellátás. Jó, a feladatokban az ellátás az vagy reggeli, vagy félpanzió szokott lenni.
Mi a félpanzió? Halford. Mi a félpanzió? Milyen étkezés? És az mi? Mi Igen, tehát vagy egy, tehát egy reggeli az biztos, és vagy egy ebéd, vagy egy vacsora, inkább vacsora. És vacsora. Jó? Tehát ez a félpanzió. Ennél a feladatnál félpanzió van, csak egy kicsit bonyolultabb. Biztos, hogy reggeli van a szállodában, és általában büfé reggeli szokott lenni. Tehát annyit esznek, amennyit szeretnének. Csak sajnos a vacsorához végig kell néznünk a programot. Mert ha megnézzük, ugyan itt van egy olyanunk, hogy ellátás, félpanzió, csak annyit ír, hogy a forgatókönyv szerint. Tehát magyarul el kell olvasnunk az egészet. De most elég a végét. Mármint minden nap végét. Jó, az első napnál azt írja, hogy 19.30-kor találkozó a lobbiban, a másnapi program és egyéb hasznos tudnivalók ismertetése, majd vacsora a szálloda éttermében büfé asztalról. Jó, tehát van egyszer egy vacsoránk, biztos, hogy a debreceni szállodában. Ez egy. Második nap. A vége fele a második napnak találunk egy olyat, hogy séta a vacsora helyszínéhez, közeli a régi vigadó étteremhez, ahol a hajdúsági konyha remekeivel ismerkedhetnek a vendégek, és ízelítőt kapnak hungarikum italaiból, menüsor itallal. Jó, tehát akkor ugye két éjszakát vagyunk Debrecenben, tehát egyszer van egy vacsora, büfé vacsora ráadásul, Debrecenben. És ez mindig fix? Mármint mi? Vagy melyik büfében? Nem. A rétegevezető választ. Hát alapesetben, tehát ezt a, mivel megrendeli az utazási iroda, ez fix, úgy fix. Csak mindegyik feladatnál más lesz, de amúgy fix, tehát ugye erre... Való. Jó, tehát a feladat szerint volt egy büfé vacsoránk Debrecenben, és volt egy menü vacsora. Egy menüvacsora, hogy hívták ezt, a régi vigadó étteremben. Aztán tovább utazunk, de miénbe. Tehát ha eddig megvan, akkor nézzük majd a harmadik napot. Thank you.
Na nézzük, harmadik nap, tehát ugye harmadik nap megy tovább a csoport. És van a vége fele egy olyan, hogy a századába érkezéskor az idegenvezető ismerteti a fürdő igénybevételének lehetőségeit, nyitvatartás, a büfé vacsora és a másnapi büfé reggeli helyét, időpontját. Tehát van egy büfé vacsoránk a Demjéni Hotelben is. Jó, tehát egy büfé vacsora. És ha megnézzük a negyedik napot, mondom, ez nem egy jó feladat. Van egy olyan, hogy 19 órától borvacsora a ballapincészetben, jó? És akkor van egy borvacsora a ballapincészetben. Szállodában volt. Ebéd nincs. De csak szerencsére csak félpanziónk van. Tehát szerencsére csak reggeli, meg az kéne még négy különböző étteremben, négy különböző ebéd. Ebédet megoldják. Szendvics. Jó, törölhetem? Na. Tehát ez egy azért nehéz feladat, mert tényleg sok helyen van vacsora, és mindenhol értékelnünk kell külön. Mit értékelünk? Tehát, hogyha az étkezéseket nézzük, akkor mit nézünk? Hát nézzük a mennyiséget. Sok volt, vagy kevés? Nézzük a minőséget. Jó volt, vagy nem? Ha büfé, akkor nézzük a választékot. Ha borvacsora, akkor nézzük a borokat. Ha zenés vacsora, akkor nézzük a zenét. Jó, tehát attól függ, hogy milyen. Tehát sok mindent lehet nézni. Ha pálinka kóstoló, akkor nézzük a pálinkákat. Jó, tehát jó, nézzük a személyzetet, megint kedvesség. Udvariasság. Személyzet mennyisége? Mennyiségét, minőséget, hát attól a fő, a magyar embernek a mennyiség is számít. Jó, tehát erről kellene valamiket írni, mondjuk például.
Jó, tehát én például ilyeneket írtam. Ez azért van nagyon pirossal írva, mert ugye mindenhol másmilyen. Nagy választék, ugye az nem baj. Udvariasak, gyorsak a pincérek, újra feltöltötték, hogyha kellett. Kérdésem, ugye 40-en kellene lenni, most vagyunk 20-an. Többiek? Dolgok. Idegenvezetőként, mi? És ők is előfordulnak időként? Tehát jönnek valamikor? Igen. Jó, oké. Ezeket akkor majd adják tovább nekik. Jó, tartsunk egy 10-15 perc szünetet, oké? És akkor utána egyre folytatjuk. Nagyjából értékelhetjük egybe, mégpedig így a programok alatt. Jó, megnézzük, hogy a programok az egy kicsit nehezebb lesz, meg munkásabb. Nézni az összes programot, tehát itt le van írva 5 napnak a programja. És ezt itt végig kellene egyenként nézni. Debrecenben.
Rendben lezajlott, jó? Rendben, akadálymentesen lezajlott. Ugyanott délelőtt volt egy látogatás a Református Kollégium múzeumában angol nyelvű vezetéssel. Jó látogatás a múzeumban. Angol, holland a csoport, és azt írja, hogy... Ja, igen, kettő nyelvű lehet. Igen, szükség esetén az angol nyelvű tájékoztatást önnek kell hollandra fordítania. Értékelni kell, én itt annyit írtam, hogy a múzeumban a vezetés érdekes és könnyen fordítható volt. Ugye, mert nekem kellett lefordítanom hollandra. Azt majd magyarázza el valaki, hogyha Magyarországon vagyok, és fordítanom kell hollandra, akkor miért angolul tartják a tárlatvezetést a múzeumban, ha úgy is fordítanom kell, és nem magyarul. Jó, ezt a pontosság, tempó, látnivaló, kedvesség, ezt azért húztam ki, mert ilyen szempontokat lehet mondjuk egy helyi idegenvezetős városnézésnél figyelembe venni, de benne ne maradjon nekem senkinek, jó? El fogom majd küldeni Facebook csoportra, de ne maradjon bent. Jó, ez volt a délelőttünk. Mit csináltunk délután? Délután a mediterrán élményfürdő felkeresése az idegenvezető segítségével. A csoport tagjai karórás beléptető rendszerrel, 3 órás időtartamban térítésmentesen vehetik igénybe a fürdő medencék élményelemeit. Na. Jó, mert hogy a szobakártyánkkal működik a dolog. Jó, tehát még mindig a második napnál járunk délután. Látogatás a fürdőben. A 3 órás. Jó, tehát itt is kell valami értékelést írnom, és mivel ez ugye egy ilyen különleges rendszerrel tudtunk belépni, ezért én itt olyat írtam, hogy a szobakártyás beléptetés jól működött. De ez is pirossal van, mert ki tudja, hogy melyik feladatban mi lesz. Thank you.
itt is angol nyelvű vezetésünk van. Most Tisza virág nem biztos, hogy akkor éppen virágzik, de hogy sikerült? Érdekes volt. Volt. Az angol nyelvű vezetést mindenki értette, mondjuk. Legyen írva minden programról. Jó, mi volt a harmadik nap délután? Semmi. Negyedik nap. Törölhetem ezt? Ja. Még nem? Még nem. Jó. A
három órás rendszer jól működött, mondjuk. Valami még történt itt sajnos. Ha valaki emlékszik, volt egy olyan, hogy rendkívüli esemény, ami azt írja, hogy az Eger, Rob Mulan nevű utas Egerszalóki fakultatív programon részt vett, fürdés után szabadidőben a sódon fényképezése közben a fapadon megbotlott és elesett. Jó, a fürdőzés utáni szabadidőben történt egy baleset, erről majd később írok. Jó, tehát van egy olyan külön részünk, ami a rendkívüli eseménnyel foglalkozik. Tehát azt nem kell itt leírnunk, azt majd külön részletezzük. Itt csak meg kell említenünk, hogy volt ilyen is. Tehát nem zajlott le minden tökéletesen rendben, de majdnem. Jó? Tehát a fürdőzés utáni szabadidőben erről majd később írok. És mi mindig csak a délelőttnél járunk. Egerben, angol nyelvű vezetéssel a várban. A délutáni programról. Wow. Jó, tehát ide azt írjuk, hogy ezen a programon csak 30 fő vett részt. Minden. Jó, például.
És a vacsoráról pedig már írtunk, tehát az új rendben van. Jó? Aznap már nem volt semmi. Jó, törlöm. Jó, ötödik nap. Csak röviden leírni. Tehát ezért lenne fontos, hogy mindenki értse, hogy mi az, amit olvas, hogy röviden le tudja írni. És utána van ez a mondat. Itt. Ez a program rendben lezajlott, a forgatókönyvtől eltérés nem volt. Tehát ha nem volt programváltozásunk, akkor ezt a mondatot leírhatjuk. Jó, és ha ez benne van, akkor azért már tudok pontot adni. Jó, a következő rész a papírunkon. Na, jó hírem van. Tehát, eljutottunk odáig, hogy a második feladat első két pontját kivégeztük. Most jön a harmadik. Illetve nem, már ez is a harmadik. Tessék, ez volt a harmadik pont. Jó. A rendkívüli esemény leírása. Ez már a negyedik pöttyünk. Jó, tessék. Jó, tehát rendkívüli esemény, tett intézkedések, esetleges rendkívüli kiadások. Na most. Vegyük elő a legelső papírunkat. Itt van leírva a rendkívüli eseményünk. Tehát nagyjából annyi, hogy ezt ki kell másolni. Tehát ez is ugyanúgy másolás, mint ahogy ez volt. Lehet, hogy valakinek sok időt fog igénybe venni ezt a fél oldalt lemásolni, de csak ennyi, illetve nem csak ennyi, mindjárt mondom, hogy egy kicsit mire kéne odafigyelni. Jó, tehát a rendkívüli esemény leírása, nagyon aranyosak a feladat készítők, mert leírták nekünk a rendkívüli eseményt. Tehát csak le kell másolnunk, mert szinte minden benne van. Még az is, amit én odaírtam a végére, hogy az esető jegyzőkönyvet vettem fel, amelyet mellékelek, még ez is ide van írva. Ha nincs, akkor legyen. Tehát ami nagyon fontos, hogy minden rendkívüli eseményről jegyzőkönyvet kell fölvennünk. Ez a jegyzőkönyv, majd mindjárt megnézzük, hogy hogy néz ki, vagy nem, majd kitaláljuk, de szerintem simán belefér, hogy tehát ez a jegyzőkönyv, ez azért fontos, ez több példányba készül, kap az irodai is, kap az utas is, mert hogyha bármilyen panasz van, ez egy hivatalos okirat. Tehát tanúk is aláírják, ugyanúgy, mint mondjuk egy szerződést, ugyanúgy, mint egy rendőrségi jegyzőkönyv, vagy bármilyen, ezzel el lehet menni a bíróságra. Tehát ezért fontos, hogy ugye ők emiatt kimaradtak programból, hogy ez le legyen írva, hogy mi és hogyan történt. Jó, tehát ha hivatalosan, hogyha bármilyen baj van, arról jegyzőkönyvet kell fölvennünk. Na most, amire azért én szeretném, ha mindenki odafigyelne. Tehát, kicsi magyar nyelv. Ez úgy néz ki, hogy amikor ez le van írva, ezt egyes szám harmadik személyben írják. Tehát önt rögtön értesítették, és a vizsgálat idején közreműködött tolmácsként. Mert a vizsgálat eredményéről a páciens és ön is kapott egy kinyomtatott példányt. Tett intézkedésekről ön jegyzőkönyvet készített. Nem ön, hanem én.
Jó, tehát egy kicsit annyiból örülnék, ha mindenki át tudná írni, hogy nem önt rögtön értesítették, hanem engem rögtön értesítettek. Én is kaptam egy kinyomtatott példányt. Nekem a csoporttal kellett tartanom. Én készítettem a jegyzőkönyvet. Jó, tehát itt a ragozásokra figyeljünk oda. Jó, de igazából ennyi. Hát mind az önt, meg nem én is kapott, hanem akkor én is kaptam. Igen. Jó, tehát a ragozás. Ragozás. A ragozás illetve egy csoport. Ez így megvan? Ennyi. Utasok hangulata, véleménye. Mindenki nagyon jól érezte magát. Jó, tehát ez az ötödik pontunk. Meg a következő is, jó? Minden rendben volt. Nem változtatok semmit. Jó, nem bonyolítjuk. Jó, tehát tényleg csak az első része, ami nagyon hosszú. És az úti jelentés készítőjének neve, a készítés időpontja és a csatolt mellékletek, az ennyi. Ez mindenhol ez van, jó? Számlák, aláért és kijavított voucherek, elszámolás, ez a melléklete. Ez meg pedig, ez pedig már a hatodik pont. Bocsánat,
mellékletek, mindig ezek a mellékletek. A dátum meg az aláírás persze változik. A dátum az legyen felőlem nyugodtan a vizsgának az időpontja mindig, és mindenki a saját nevén írja alá. Saját nevét mindenki. Jó, ennyi. Kivégeztük a második feladatot, van 40 pontunk. Jó, már az első 10-el együtt, ez már 50, már csak egy pont kell, és megvan a kettes. De az már könnyű. Na, jó, miatt, akinek baja van, az biztos, hogy ott van. Ott vagyok én, az idegenvezető, mert én írom a jegyzőkönyvet, és ide kérem szépen, még a saját nevét legyen szíves beírni. Tehát az én idegenvezető nem elfogadható. Jó? Láttam már ilyen. Mindenképpen kell, hogy legyen két tanú. Aki vagy a buszvezető, meg még valaki, vagy két utas, vagy valaki. És hogyha ebben az esetben nem, mert ugye itt az önhibájából esett el, de ha mondjuk például a szálloda légkondicionálásával van baj, és nem tudnak neki szobát cserélni, akkor a szállodának a képviselője is ott kell, hogy legyen. Ha a szállodával van baj. Jó? Ez most nem az az eset. Mert itt nem kell. Jó, kell a dátum, a helyszín. Jó, kell dátum, helyszín. Jó, a dátumot azt onnan tudjuk, hogy ez egy december 5-én induló út volt, és annak a negyedik napja, tehát 5-e, 6-a, 7-e, 8-a a negyedik nap. Jó, kell az út, mivel ez egy utazás, tehát kell az út, amihez kell az utazási iroda neve. Az út megnevezése és a pozíciószám. Jó, ezt mind az első oldali táblázatból ki tudjuk szedni. Tehát utazás szervező ez a napfénytúlsz. Az út elnevezése itt van fönt, ez az élmények forrása Dunától keletre. És a pozíciószám meg itt van a harmadik sorban. Jó, tehát ezt mind az elejéről ki tudjuk szedni. Mi ez pozíciószám? Pozíciószám, mondtam, hogy olyan, mint egy autónak a rendszáma. Tehát olyan betűk meg számok, amit csak azé az úté. Tehát ez körülbelül ez az NLB, ez a Nederland beút lehet, mondjuk. Ez a 15.02.22, ez a indulási időpontja. Nem is volt jó ez a dátum, mindegy, ez itt egy hülyeség. Jó. És van ez az RDD a végén, ami nem tudom, micsoda. Jó, ez a dátum, ez 2015-22-22-25. Jó, ez a helyes dátum, de ezt is pirossal. Jó, mert ez annak az útnak a negyedik napja. És van a tárgy, hogy miért, az a tárgy az az, hogy miért írom, vagy miről írom.
Jó, ez a Rob Nulland balesete. Jó, tehát ez maga, tehát ezek az adatok, ezzel kezdjük az egész jegyzőkönyvet. A következő rész az a leírás. Alapvetően, na, most még mielőtt ehhez nézünk, esetleírás. Ennél is igazából három rész van. Az első, az A, az események leírása. Mi történt? A második, B, az a tett intézkedések. Mit csináltam? És a harmadik, az pedig a további intézkedések. Mit kell még csinálni? Jó esetben semmit. Igazából ez most így bonyolultnak néz ki, de egyszerű. Ugye volt már, van a, már nem tudom, hogy volt az, de ugye itt van a rendkívüli esemény leírása. Na jó, megvárom, hogy mindenki leírja, mert látom, hogy... Tehát, rendkívüli esemény leírása. Az előbb már begépeltük az egészet, ugye? Fogjuk. Fölmegyük. Ha megtaláljuk. Nem találjuk meg, mert nem otthon, mert oda én nem írtam be. De amit beírtunk ott, kijelöljük. Ctrl-C-vel kimásoljuk, Ctrl-V-vel beillesztjük, és megírtuk a jegyzőkönyvet. Jó? Ez egy tényleg, ez ebből a szempontból egyszerű. Mert ugye a mi történt, az úgy néz ki, hogy Rob Nulland sétált, megbotlott, elesett, bement az ügyeletes orvoshoz, ahol két utastárs bekísérte, engem rögtön értesítettek, a vizsgálat idején közreműködtem tolmácsként. Jó? Tett intézkedések, ugye tolmácsként közreműködtem, az orvos ellátta őt, de azt mondta, hogy nem tanácsolta az esti borvacsorán való részvételt. Javasolta a mentőszolgálat igénybe vételét, és kaptunk egy kinyomtatott példányt. Tehát ez történt. Az utas rendelkezett betegség és balesetbiztosítással, ezért én lemondtam, és az utassal a szállodában maradt a párja, és ezért lemondtam a két fő részvételét az esti programon.
melyet a pincészet kötbérmentesen elfogadott. Tehát én ezt csináltam. Ott voltam tolmácsként, a kedves utas ágyban maradt, és lemondtam a vacsoráját. És hogy mit kell még tenni, a borvacsora állát a debreceni iroda utólag visszatéríti a partner irodán keresztül. Tehát ezt kell majd még, hogy ők visszaadják a pénzt. De igazából itt le van írva minden, nem kell ezt így külön szedni, tehát nem kell ezeket így külön, csak arra figyeljen mindenki, amikor ezt írja, hogy ezek mind benne legyenek. Az is, hogy én felvettem a jegyzőkönyvet, az is, hogy én telefonáltam, és hogyha valamilyen kártérítés van, lesz majd olyan, tényleg ez a légkondis feladatunk például, hogy nem tudja kicserélni a szálloda a szobát, de majd visszaadnak neki pénzt, akkor érdemes odaírni a további intézkedéseknél, hogy az utas további kárigénnyel nem él. Jó? Tehát nem fog hazamenni és kitalálni még, hogy ja, én úgy megcsúsztam, hogy olyan nagy kárért, hogy adjatok még vissza 2000 dollárt. Jó? Tehát ez így legyen leírva. De ha valaki kihagyja további intézkedéseket, azt hiszem egy pontot vonok le tőle, vagy valami ilyesmi a 100-ból, tehát nem olyan vészes. Jó, tehát ennyi. Amit begépeltünk a rendkívüli eseményeknél, azt átmásoljuk ide. Nem kell újra begépelni, csak átmásoljuk. Jó. És a vége az aláírások. Aki jelen van, tehát az idegenvezető, a panaszos, a két tanú, és ha ott van a szálloda képviselője, akkor ő is. Mindenki aláírja, és mindenkitől kell útlevélszám, vagy személyigazolványszám, és lakcím. Na most, ha ezt szépen meg akarnánk írni, akkor beírjuk a saját nevünket, Rob Nolandot, tanúkat, és mindenkinek kitalálunk lakcímet, meg útlevélszámot. Nem kell. Jó? Nekem, ha ez itt van, így odaírva, pont így, akkor az elég. Jó? Tehát nem kell más. Tehát nem kell kitalálni mindenféle hamis lakcímeket, meg útlevélszámokat. Jó, egyébként a jegyzőkönyvhöz itt van egy. Mi lenne, ha már abba hagynánk? Még egy részünk van az elszámolás, de azt megcsináljuk csütörtökön. Jó? Én nem mondtam, hogy mi a feladat. Majd utána, jó? Házi feladat. Begépelni, amit most csináltam. Jó? Azért nem teszem még ezt föl a Facebookra, hogy előbb próbálja meg mindenki egyedül megoldani. Meddig? Jó, és még mindig nincs vége.